A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Nagyon köszönöm, hogy velünk vannak, így együtt őrizhetjük a családot, és mondjuk a családi asztalt, hiszen műsorsorozatunkban már az előző részben is hallhatták, hogy a táplálkozás volt a fő téma, és bizony ez egy nagyon fontos téma, éppen azon gondolkoztam, amikor készültem a mai műsorra, hogy valójában erről soha nem beszélünk a párválasztás és az összeköltözés a házasság első heteiben, Hogy a táplálkozást hogy igazítja egymáshoz egy pár. Mert lehet, hogy valaki erre érzékeny, a másik arra érzékeny. Esetleg az ifjúasszony még nem tudja, hogy mit főzhet, mit nem főzhet, mi az, amitől mondjuk rosszul lesz a párja. Izgalmas dolgok ezek is, legalább annyira, mint a közös berendezkedés. Most tehát azt hiszem, hogy mindenképpen jogos, hogy beszéljünk erről, ezért is vannak itt velem szakértőink, akiket nagy-nagy szeretettel köszöntök, menjünk sorba. Supriczné Tóth Mária, a Királykút gyógynövényszaküzlet tulajdonosa, táplálkozás, tudományi szakember, egészségtantanár. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, én is üdvözlöm a nézőket. És itt van velünk Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő és mozgásterapeuta. Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit én is. És nagy örömünkre most is itt van velünk Tornyai Gábor, plébános mentálhigiénés szakember. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ha már azt mondtam, hogy a házaspár esetében, mikor összekerülnek, az is egy izgalmas pillanat, hogy nem csak pillanat, ez egy hosszú idő, hogy kialakuljon, hogy egymás, hogy igazítsák a táplálkozásukat. Van-e erről szó a házassági előkészületekben? Eddig nem volt, de jó ötletet adtál. Azért is jó, mert még azért ugye a jegyesoktatási sorozatok tartanak, vagy úgy most indulnak be a plébániákon. Úgyhogy majd fölvettem egy futatos csoportnak, hogy a főzésről is beszéljünk, vagy azért közös étkezésről is beszéljünk. Olyan formában egyébként szoktam beszélni, de talán egy picit ilyen érintőlegesen, hogy én a pároknak szoktam mondani, hogy ilyen alappillérként én a beszélgetést és az ünnepet tartom nagyon fontosnak a kapcsolatban, ilyen természetes alappillérként, és az ünnep kapcsán szoktam arról beszélni, hogy ünnep az is, hogy például hogyan ülünk leenni, és hogy mondjuk nem a szobába tévénézés közben esszük meg a vacsorát, hanem lehet, hogy parizeles kenyeret eszünk, de kiülünk a konyhába, megterítünk, és mondjuk egy mécsest meggyújtunk, és úgy esszük meg mondjuk azt a parizeles kenyeret, vagy zsíros kenyeret, de hogy annak akkor időt szentelünk, és akkor odafigyelünk rá. Ezzel Marika is nagyon egyetért, úgyhogy mindjárt meg is kérdezném, hogy biológiailag ennek miért van jelentősége. Parizeles kenyeret azt úgy csak zárójelbe. Igen, néha az is belefér egyébként, de valóban nagyon fontos, és ugye mondtad, hogy élettanilag nagyon-nagyon fontos az, hogy nyugodt körülmények között fogyasszuk el azt a táplálékot. Nyilván, hogy minél jobb minőségű az étel, annál hasznosabb számunkra, de nagyon fontos a nyugalom azért, mert maga az emésztés funkciója az, hogy bontás, felszívódás, kiválasztás, ez nem mindegy, hogy milyen idegrendszeri vezénylés alatt történik, mert hogyha egy stresszes állapotban van, az adrenalin nagyon sok mindent le tud szorítani, tehát egyszerűen elszorítja a felső részeket, ugye egész gyomorig szorít, utána enged. Tehát teljesen ellene megy a normál bontásnak és felszívódásnak, és így lehet az akármilyen táplálékdús, vitamindús étel, hogyha nem adom meg a feltételét, akkor az nem fog felszívódni. Azt hiszem, hogy itt mindjárt be tudnám vonni a Zsuzsit is, hiszen arról is sokat beszéltünk már, hogy mennyire fontos, hogy a család egy asztalnál üljön és egymásra figyeljen. Hát bizony, én azt gondolom, hogy a családnak az alapstruktúráját fogja meghatározni. Azt, hogy az értékrendünkben benne van az egymásra odafigyelés, hogy az egymásnak tisztelet megadása, a kölcsönös viszonyulásunk azokhoz a dolgokhoz, amik bennünket foglalkoztatnak. Na most az étkezés az erre egy lehetőséget ad nekünk, hogy megbeszélgessük dolgainkat, és ne csak azokat a dolgokat, amiket egyébként is folyamatosan muszáj megbeszélnünk, hanem egyáltalán beszélgetni tudjunk azokról az élményekről, amik napközben értek bennünket.
egy kellemes környezetben, hogyha táplálkozunk, akkor ezt a Marika mondta, teljesen más lesz a felszívódása. De tovább megyek, hogyha a gyerek ezt tanulja meg, és ezt tapasztalja, és ebben növekszik fel, ez lesz neki a természetes, ez lesz neki a magától értetődő, akkor a gyerek ragaszkodni fog ehhez élethosszig, és kialakul egy olyan kulturális cselekvés az ő életében, ami egy megtartó erő lesz a későbbiekben, és ez nagyon fontos szerintem. Tulajdonképpen, amikor az ünnepet mondtam, akkor valami ilyesmire gondoltam én is, hogy nekem ünnep minden olyan alkalom, ami kiemel a hétköznapokból. És hogy nagyon, sokszor talán úgy gondolunk rá, vagy úgy gondolkodunk róla, hogy az ünnep az valami nagyon különleges dolog. De azt gondolom, hogyha például mondjuk minőségi időt tudunk egymással eltölteni, az pont ugyanúgy ki tud emelni a hétköznapokból, és mondjuk egy jó étel mellett egyébként ez teljesen jól tud működni, bár ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, és azt szoktam fölhozni példaként egy kerekesszékes barátom, a nagyon kedves barátom, lehet, hogy talán meséltem nektek már ezt a történetet, de ez nekem nagyon szép emlékem. Egyszer lementem hozzájuk a Balatonra, és az anyuka ott elkezdett sürögni, fordulni, hogy úristen, mivel kínáljalak meg, és akkor kérdeztem, hogy van-e zsír, mondta, hogy van zsír, mondom, van hagyma, meg volt reggel elkészített hideg citromos tea. És ezt ettük és ittuk, és volt egy fantasztikusan jó beszélgetésünk, amiben nem az volt a lényeg, hogy mit eszünk, hanem hogy eszünk, és közben ez az egészen meghitt légkör, és egy nagyon-nagyon szép emlék maradt számomra. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem az étel különlegessége múlik a dolog, mert az egy kihívást tud lenni, hogy sikerül, nem sikerül, meg tud megcsinálni, nem tud megcsinálni, hanem az ételen, és mondjuk ilyen értelme véve talán a körítésen, mármint hogy mondjuk akár hogyan terítek meg, vagy hogyan kínálom oda a másiknak, hogyan vagyok jelen a másik számára. És akkor ez megint lehet egy kapcsolatépítő történet, és akkor nem az evés a lényeg, hanem az, hogy együtt vagyunk. Hogy milyen az étel, és hogy a zsíros kenyér története, egy 2 éves fogyókúrás időszakomra emlékszem vissza, Marika segítségével csináltuk ezt együtt, amiben nyilván a puha kenyér, zsíros kenyér nem igazán volt főszereplő, és ünnep volt, és akkor kérdezte a párom, hogy mi lesz a menü, zsíros kenyér lila hagymával. És én olyan boldog voltam azzal a ünnepi étellel, mert hogy ünnepre kaptam engedélyt, hogy na azért ezt lehet. Egyébként ilyenekre mindig szoktad mondani, hogy azért néha kell is. Persze, nem jó, soha nem jó megerőszakolni a természetességet. Tehát nyilván, hogy vannak szabályok. Ha vannak céljaink, akkor ezeket a szabályokat jó, hogyha követjük. De ugyanúgy, mint az élet minden más területén el lehet térni a szabályoktól, amelyek erősítik a szabályt, ugyanígy a táplálkozásnál is lehet, hogy ha van valamilyen célunk, és abban nem férnek bele bizonyos dolgok, azért azt jelenti, hogy soha nem lehet azért ilyeneket enni, mint például egy testtömegcsökkentésnél egy zsíros kenyeret. Teljesen belefér. De hogy egy picit kapcsolódjak a Zsuzsi, amit mondott a gyerekekkel kapcsolatban, hogy milyen mintát látnak a gyerekek, mennyire fontos. Nekem is egy történetem, az atya, amit mondott az előbb, egy történet, nekem is egy ilyen nagyon érdekes és nagyon jó emlékű történet, hogy bejött hozzám egy fiatalember tanácsadásra, hogy ő igazából azt szeretné megtudni, hogy 3 gyereke van, és hogy ő mit csinál jól, és ha valamit nem csinál jól, hogy csinálhatja jól, mert ő nagyon jól szeretné táplálni a gyerekeit, és nagyon jól szeretné felépíteni az ő jövőbeni étkezési szokásaikat. És ez annyira meglepett, és annyira jó érzéssel töltött el, hogy egy fiatalember, mert általában az anyukák szoktak ilyennel foglalkozni, ott sem sűrűn, valljuk be. De hogy apukának ez legyen egy nagyon fontos dolog, ez legyen egy prioritás, hogy ő igenis kapjon szakembertől tájékoztatást arról, hogy esetlegesen, hogy valamit nem jól csinál, és azt hogy csinálja jól. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó példa. És akkor azt hiszem, hogy meg is érkeztünk a mai témához, ami bizonyára majd elhúzódik több adásra, ez a különböző érzékenység, ami a családban egyszerre megjelenhet többféle is, és elég kínos. Akkor is kínos, hogyha az van, hogy a nagyszülő látja vendégül a családot, ugye a gyerekek, a hozzátartozójuk, és még az unokák is tetejében az egyiknek ilyen érzékenysége van a másiknak. Olyan érzékenysége van, sőt, hát előfordult már olyan is a történetben, hogy ott volt a zserbó, amiben várhatóan volt valami dió is, és közé az egyik gyerkőc, hogy ő dióérzékeny.
ki lett mutatva, vagy ez honnan? Hát nem, de ő diójérzékeny, akkor azt honnan tudja szegény anyama, hogy ilyenkor mi a teendő. De ha csak a szűk családot nézzük, teszem azt, van két gyerek, vagy három gyerek, ott is előfordulhat, hogy az egyik olyan, a másik olyan, hogy szegény anyukák ezt hogy hangolják össze, elképzelésem sincs. Pedig gondolom, hogy ez nagyon fontos. Nem egyszerű feladat, az biztos, hogy nem egyszerű feladat, de nem lehetetlen feladat. Egyébként vannak olyan érzékenységek, amelyek egytőről fakadnak. És ezt úgy aztán lehet egy kicsit kibővíteni. Nem, mondjuk, hogy fehérje bontási nehézség van, ott akkor gyakorlatilag most mindegy az, hogy tojásfehérje vagy tejfehérje, tehát azt tudja a szülő, hogy azokkor ezeket nem használom. Tehát attól, hogy egy tejfehérje érzékeny a gyerek, és nem kapja a tojás fehérjét sem, attól a gyerek is csak erősödik. Mert ilyenkor az a probléma, hogy ha érzékeny valamire, tehát rosszul, az, mert mi az, hogy érzékenység? Tehát az, hogy azt a bizonyos anyagot nem tudja megfelelően bontani, és ez a bontatlan, emésztetlen tápanyag neki nem hasznára válik, hanem kárára válik. Tehát sokkal nehezebb a májnak, a vesének kűríteni, eliminálni, nem tud felszívódni, tehát ott marad kvázi, mint egy méreganyag, ami egyébként azt a célt kéne, hogy szolgálja, hogy őt építse, erősítse. Ilyenkor az van, hogy akkor nincs tej, nincs tojás. És akkor mindenki... Legjobban nincs is otthon, mert ha a gyerek látja, akkor nagyon nehéz neki azt mondani, hogy na jó, neked igen, ezt nem szabad, a tesónak szabad. Akkor egyszerűbb, hogyha a születés, mert van ilyen is, hogy születéstől kezdve, tehát vagy kicsikortól kezdve, mondjuk például az én unokám 11 hónapos korától volt tojásérzékeny, és ő nem is tapasztalta meg azt, hogy milyen íze van a tojásnak. Aztán most oda jutottunk, hogy 12 évesen meg nem eszi a tojást, mert azt mondja, hogy büdös. Mert ugye soha nem kapott tojást, most már lehetne próbálkozni visszatáplálással, de ő erre nem hajlandó. A baj akkor van, amikor már van egy 10-12 éves gyerek, és kiderül, hogy valamire érzékeny, és nagyon nehéz, akkor tényleg nehéz a szülőnek azt mondani, hogy te ezt nem kaphatod, főleg amikor látja, hogy a gyerek viszont szereti, vagy szeretné, bár azért általában véve, hogyha erős intolerancia van, akkor van egy természetes visszautasítás is a szervezetbe. Mennyire hat a gyermek idegrendszerére, hogyha olyan ételt teszik, amire egyébként érzékeny? Alapvetően határozza meg és befolyásolja. Ez olyannyira így van, hogy ma már köztudomású, hogy a bél és az agy kommunikációjában a bél felől 70%-kal több információ megy az agynak parancsként, mint visszafelé. De túl ezen nagyon-nagyon meg fogja határozni a gyerekeknek a viselkedését, a táplálkozás és a nem megfelelő táplálkozás esetén azok az anyagok, amik az agyra kifejezetten méreganyagként fognak hatni. Ez nagyon-nagyon nehéz a szülőknek, amikor valóban, ahogy Marika mondta, van egy 10-12 éves, vagy akár egy 8 éves gyerek, aki addig élt valahogyan, valamilyen formában, és aztán egyszer csak így kicsúcsosodik a probléma halmaza, kiderül, hogy a gyökér az a táplálkozásban probléma, és onnantól kezdve meg kell változtatni. Na most, ha te nehezen változtatod meg a táplálkozási szokásodat, akkor képzeld el azt a 6-8-10 éves gyereket, aki együtt van a társaival, együtt jönnek, mennek, közös az étkezésük, közös ez is, az is, ez is, és ő onnantól kezdve ki van emelve a többiek közül, mert ő nem eheti azt, amit a nagy átlag. Tehát ez mindenhogyan dupla csavar lesz a gyerekben, mert ha azt az étkezést továbbra is folytatja, akkor az idegrendszeri terheltség okán lesznek neki problémái, ha meg kívül szorul ebből a körből, akkor meg a kirekesztettség érzése lesz. Tehát van olyan gyerekem, akinek komoly tünetei vannak a táplálkozás nem megfelelő volt amiatt, és bizony-bizony másfél évig tartott, vagy két évig tartott, mire el tudtunk odáig jutni vele, hogy... Ha szépen megteszed, amit meg kell tenned, akkor ezek a tüneteid le fognak csökkenni jelentősen, és sokkal jobban fogod magad érezni a világba. Ez egy érési folyamat, nem csak testben, lélekben, agyban is meg kell érni a gyerekeknek erre. Iszonyú harcot vívnak a szülők, azt tudom mondani, de amelyik szülő beleáll, és azt mondja, hogy a gyerekem egészsége ezerszer fontosabb bármi másnál, akkor ő szépen végig fogja ezt vinni. Ezt csak a szülők tudják megoldani, senki más. Mint ahogy azt gondolom, hogy egy felnőttnek pont ugyanilyen küzdelem önmagával, hogy a régi szokásait átalakítsa, amikor kiderül róla, hogy bármire érzékeny, vagy bármiféle intoleranciája van.
mert lehet, hogy addig nem tudta magára, hogy mi van, és szerintem ott a legnehezebb talán az, hogy tehát ez a betegség tudatot elfogadni, mert nem is biztos, hogy biztos, hogy erre van valami jobb szó, mert nem nagyon szeretik a szerintem így a tanácsadók mondani, hogy betegségtudat. Ez inkább egy állapot, tehát Hogy ezt az állapotot elfogadni, hogy én ebben vagy abban az állapotomban vagyok, és innentől kezdve így vagy úgy kell élnem. Tehát ahhoz meg egy felnőttnek is a saját gondolkodását is át kell alakítani. Valószínűleg egy felnőttnek egy picit könnyebb, mert ugye tudatosabban bele tud állni, de ugyanakkor meg talán annyiban nehezebb is, hogy megvan a rutinja, és ő ezt szereti, meg ezt az is szokta meg így szokta csinálni, és akkor mostantól lecserélni azt, és akkor másképp, és már nem azt az ízt kapom meg, amit megszoktam, és azt elfogadni, hogy ez tulajdonképpen jó, csak egészen más az ízet. Szóval szerintem az egy szörnyű állapot. Hasonló történet a fogyókúra is egyébként, sajnos ez akárhogy is van. Visszatérve akkor a biológiai részére a dolognak, amikor egy felnőttnek van egy kedvenc étele, amin élt mondjuk 40 évet, és akkor egyszer csak nem eheti. Nem változik meg belül minden? Egyébként az atya nagyon jól rátapintott erre, hogy a felnőtteknél is milyen problémák vannak. Először a tagadás szokott jelentkezni. Tehát, hogy nem, biztos, hogy én nem. Tehát, hogy lennék én már érzéken. Abszolút, igen, ugyanúgy igen. Ugyanúgy a gyászfolyamaton végig igen. Fog menni. Ugyanez. Ez teljesen így működik. És hogyha ezt úgy le tudja játszani, és végül is megtörténik a megértés és az elfogadás, akkor jön az, hogy ezt meg kell csinálni. Nagyon nagy problémákat tud okozni, hogyha nem veszünk róla tudomást. Mondjuk beszélünk a gluténről. Nagyon sok most a glutén érzékeny ember. Ennek is vannak állomásai. Tehát vannak az egészen nagyon érzékenyek, cöliákiásoknak hívjuk őket, akik már olyan szinten érintettek, hogy a vékonybél bolyhók teljes mértékben lecsiszolódtak, tehát élettani működésbeli zavar jött létre, mert ugye a vékonybél bolyhók arra hivatottak, hogy megnöveljék a felszívódási területet, és így, hogyha csak a vékonybél belső lumenje marad, akkor csak egy nagyon-nagyon kicsi felületen tud felszívódni a táplálék. Tehát itt eleve, ha valakinek ilyen problémája van, az már előre vetíti a hiánybetegségeket. Mert egyszerűen akárhogyan, akármilyen ügyesen táplálkozik, akármennyi vitamint, egyebeket, táplálékkiegészítőt szed, rossz lesz a felszívódása, abból sem kap elegendőt, ha már eljutott addig az állapotig, hogy ezek a bolyhók elsorvadnak. Na most nem mindenki van ebben az állapotban. Vannak, akik intoleránsak, érzékenyek, egy csomó tünetet produkálnak, de még ebben a súlyos állapotban nem kerültek, és az a cél, hogy ne is kerüljenek. Például a glut egy sikérfehérje, ami egy nagyon-nagyon nagy molekulájú, nagyon nehéz bontani, és hogyha ez nem történik meg, ez a bontás természetes úton, a szervezet akkor is meg akar tőle szabadulni, egyszerűen átjuggatja a bélfalat ez a nagy molekulájú bélfehérje, egy ilyen permeábilis bélszindróma lesz, vagy bélátteresztő szindrómának is mondják, ami aztán ott a beleg körüli nyirok szedi majd össze, és aztán lepakolja például az idegsejtekbe, amit ugye mondott a Zsuzsi, például az idegsejtekbe, vagy az izületekbe, vagy egyéb más helyekre, ahova a legkönnyebben le tudja pakolni, és ott már effektíve különböző betegségeket fog generálni. Gyulladásokat, és aztán abból kiindulóan komoly betegségeket csinálni. Tehát muszáj komolyan venni. Ezt muszáj. Akárhogy is nézzük. Ki lehet-e ezt találni? Ugye mondtam itt a dió érzékenységnél kapcsolatban, hogy hivatalosan kimutatták-e. Kell-e a hivatalos vizsgálat, vagy megtalálhatja ezt mindenki? De félve nézek Zsuzsira, te ezt megértette, hogy jutottál odáig, hogy megállapítsd, hogy hűha. Ja, nem én vagyok ilyen okos, természetesen nekem is ez a végkelet, mert nem egy orvosi programon, aminek a végeredménye az volt, hogy én nekem ez most már ez így maradt, hogy én gluten-free leszek egész életemben. De egy nagyon izgalmas kérdés az, hogy a gyerekekkel hogyan fogadtatjuk el, és hogyan értetjük meg. Nagyon sokszor van, hogy a gyerek ugye jön haza óvodából, iskolából, fáj a pocim. Persze, ha stresszel a gyerek, ha bármi más gondja, baja van, akkor is fájhat, infekció esetén is fájhat a pocia. De nagyon gyakran fáj ezeknek a gyerekeknek a hasuk, és egészen pici babakoruktól kezdve jönnek ezek a hasfájós tünetek, hullámokban és periódusokban. Időnként valamilyen gyógyszerrel, valamilyen kegyszerrel elnyomják, aztán megy tovább a történet, és egyre jobban halmozódik az a deficit, amit ezt a gyerek görget maga előtt, és aztán valahol egyszer csak kiborul a dolog, mert tarthatatlanná válik, olyan szinten borul fel a homeosztázis. Valami olyan eltolódás lesz,
ami még az élettel nem összeegyeztethetetlen, hiszen itt van és funkcionál, és el tud menni iskolába, óvodába, de többet van otthon betegen. És ami a legdurvább az az, hogy az összes többi betegség is sokkal gyakrabban fogja ezeket a gyerekeket megtalálni, mert az immunrendszerük fog legyengülni. Tehát attól, hogy felszívódási zavar van, ahogy ezt az előbb a Marika elmondta, onnantól kezdve az alapvető tápanyagot nem kapják meg a sejtek, nem kapják meg az ásványi anyagokat, a vitaminokat, és teljesen mindegy, hogy mit adunk a gyereknek, mert ugye nem szívódik fel, innentől kezdve kitettebb, sokkal kitettebb mindenféle betegségnek. Na most ezek a családok, ezek teljesen e köré fognak aztán táncolni, hogy a jaj, a gyereknek az egészségét valahogy megvédjük, és ugye aztán a túlvédés és a túlféltés okán lesznek olyan helyzetben, amikor teljesen élhetetlen lesz már az életük, és nem tudnak, csak az aznapot szeretnék valamilyen módon túlélni. Itt kibillenik az egyensúlyából mindenki. Anyák abba teljesen belebetegszenek, hogy nem tudják jól és egészségesen táplálni a gyereküket, olyannyira, hogy az ő idegrendszerük is tönkre tud menni. Tehát, hogy ez egy olyan ördögi kör, amiben muszáj beavatkozni, mégpedig szakembernek kell beavatkozni. Én, hogyha hozzám hoznak gyereket, azt meg tudom mondani, hogy nagyon nagy valószínűséggel felszívódási zavara van a gyereknek, de ez nem az én kompetenciám, tessék szíves lenni, mert ide menni, oda menni, és akkor megvannak azok az útvonalak, ahol a gyerekek el tudnak indulni, és igyekszünk a szülőknek a megfelelő információt adni, mert a következő probléma az innen jön ám, hogy annyi információ van, hogy abba eligazodni egy laikusnak lehetetlen. És hogyha ezt nem tudjuk mederbe terelni, akkor nagyon hosszú idők folynak el úgy, hogy a gyerek nem funkcionálisan, tehát egészségtelenül táplálkozik. Hát van, ami nekem még eszembe jut, hogy még adás előtt beszélgettünk Marikával erről, hogy igen, szakemberhez elmenni, hogyha már nagyon erősek, de hogy szerintem azért az is egyfajta ilyen alapszintű dolog, hogy figyelem magamat. Tehát, hogy a szervezetem hogyan reagál. Most én csak saját magamról tudom, hogy ha bizonyos fűszereket eszem, vagy erősebb a fűszerezettsége, mondjuk borsos az étel, akkor tudom, hogy van egy kiütés az arcomon, ami egy pár óráig tart, és utána elmúlik. És azóta figyelek arra oda, hogy mennyi bors van mondjuk az adott ételben, mert nehezebben viselem el, mert tudom, hogy így reagálok rá. Tehát, hogy szerintem én alapszinten, amíg nem kell ilyen nagyon diétáson, de mégiscsak az étkezésemre, vagy saját, egész talán lehet, hogy pontosabb az, hogy a saját magamra oda akarok figyelni, fontos vagyok egy picit magam számára, akkor ezeket a jeleket is érdemes figyelni, vagy észrevenni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Igen, a probléma az egyébként itt van, hogy végig, hogy hallgattalak, Zsuzsi, hogy mondtad ezt a procedúrát, valóban így van, csak nagyon-nagyon sok esetben nem mutatja ki az a hagyományos orvosi vizsgálat, ami bizonyos markerek alapján dolgozik, de nem biztos, hogy ez tökéletes lesz. És most már a gastroenterológusok is hajlanak a felé, most már többször, igen, hála az égnek, így, ahogy mondod, hogy nem minden az, hogy most negatív egy ilyen vizsgálat, mert nagyon sokszor volt az én praxisomban is olyan, hogy mindenféle vizsgálaton elvitték a gyereket, felnőttet. De minden negatív. Közben ez a szerencsétlen majd megpusztult, mert olyan fájdalmai voltak, görcsei voltak, olyan tüneteket okozott neki, az a bizonyos dolog, amire ő állítólagosan negatív. Igen. És itt jön be, amit mondott az atya, hogy mindenki figyelje önmagát, saját magát, a gyerekét, hogy ha sorozatosan bizonyos ételcsoportoknál jelentkeznek bizonyos tünetek, akkor legyen már gyanú, hogy akkor itt valami nincs rendben. És leginkább a legvalidabb vizsgálat, amikor azt mondom, hogy most megvonom, tehát ami gyanús, azt megvonom. Nem kapja egy jó darabig. Hogy van? Figyelem, jól van. Elkezdem neki, újra visszatáplálom, adom azt az ételt, vagy felnőttről beszélek, elkezdem enni, újra jönnek a tünetek, hát ennél kell valósabb és egyértelműbb dolog, nem? Most nekem az jutott eszembe, amit itt a műsorban nagyon sokszor emlegettünk, csak lelki szinten, hogy önismeret. Igen. És ugye, ahogy szükségem van a kapcsolatomban, az emberi kapcsolataimban az önismeretre ahhoz, hogy rendesen élő tudjon lenni a kapcsolat, szerintem ezt nem szabad eszem elfelejtenünk, hogy valahogy egy picit, mint egy szétválasztódni egymástól a kettő, a szellem és a test, és hogy az ember az a kettő együtt, és az egy dolog, hogy én magamat mennyire, tehát hogy ahogy fontos az, hogy magamat ismerjem, az én saját szellemi működésemet a kapcsolatokban, szerintem legalább ilyen fontos annak arra való figyelés, hogy a testem hogy működik, mert hogy a testemben lakom.
és hogy szerintem emiatt nem szétválasztható a kettő. Minden állapotnál és minden betegségnél fontos a lélek, én úgy gondolom, és főleg ilyenkor, hogyha valamit meg kell vonni, és ha ezt valaki végigcsinálja, mert csak ő tud tenni önmagáért. Orvos nem tudja elvenni tőle azt az ételt, amire érzékeny. Itt ezt ebben a betegségben, vagy nem betegségben, ezt egyedül neki kell tudni megcsinálni, mint a fogyókúrázónak egyedül neki kell tudni megcsinálni, hogy nem eszi meg azt a süteményt. De a lelket megerősíti, ha ezt ő meg tudta csinálni. Az biztos. Mert utána büszke lesz magára, és szárnyalni fog, és valami elképesztő lélekgyógyszert jelent, ha ezt valaki egyszer meg... Én már csak tudom. Ez így van. Egyébként ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogyha most én... Ez nem kifejezetten a táplálkozás, de a lélekhez hozzátartozik. Nálunk a gyerekeknél az átütő változást, sikert, eredményt mindig az hozza, amikor a gyerek tudja átlépni a saját árnyékát. Volt neki egy nagyon nehéz dolog, nagyon utálta csinálni a felülést, és megkérdezzük tegnap este az egyik kis 6 évestől, hogy mi volt ma a legjobb, és mondja, a felülés. Hát igen, mert végre meg tudtam csinálni. És az a boldog öröm, hogy végre meg tudtam csinálni, és mint egy kis hadvezér úgy szaladt az anyuhoz, és anya, és olyan boldog, hogy na még. Na most, ha túl vagy egy szerencsés, akár fogyókúrán, vagy bármi máson egy ilyen változáson, hogy be tudtál vezetni. Beállítottad az új étkezésed. Igen, azért az egy olyan tartást, egy olyan önértékelést, emelkedést ad, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon fontos az életünkben. Ez nagyon szép kifejezés volt tőle, csak szeretném egy kiemelni a kedves nézők számára, hogy nem fogyókúráról beszéltünk, hanem beállítottad az új étkezésedet. Ez annyira jól hangzik. Szóval vigyel mindenki, hogy tegyen mindenki ezt a fejébe, hogy én nem fogyókúrára, csak az új étkezésemet állítom be. És nekem dolgom a műsorrendre is vigyázni, úgyhogy most sajnos elszaladt az idő. Ez egy jó zárszó. Igen, de csak 2 hetet kell várni a beszélgetés folytatására. Én nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Suprisné Tóth Máriának, Fekete Cseri Zsuzsannának és Tornyai Gábor atyának is azt a lélekemelő beszélgetést, mert ezek is erősítenek. És nyilván köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Ahogy jeleztem, 2 hét múlva újra itt vagyunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.